Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és üdvözöllek a nagyszámok törvényének negyedik részében. Nem tudom, hogy még az utolsó részében is, mert annól, amikor kitaláltam ezt a sorozatot, egy csomó jegyzetet készítettem magamnak, és nagyjából így mindent elmondtam. Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan elmondom, de lehet csak a türelmetlenség volt. És így nagyjából mindent elmondtam ahhoz, hogy segítsek nektek elindulni ebben az új Call of Duty-ban, vagy úgy általánosan a kedvenc játékban egy-két apró dolog, ami talán hozzájárulhat ahhoz, hogy jobb játékosok legyetek. Aki nem tudja, hogy miről beszélek, annak érdemes lecsekkolni az előző részeket, mert úgy gondolom nagyon kis hasznos tippeket sikerül szolgáltatni bennük. Ebben a részben, ahogy ígértem az előzőben, arról lesz szó, hogy miért vannak bizonyos emberek, akik sokkal jobban játszanak adott fegyverekkel. Gondolok itt például, hogy miért vannak csipaprók, és hogy néz ki az ő működésük, valamint hogy hogyan tanulhatták meg ezt a sok mindent, és miért vannak késprók, miért vannak a KP prók, tehát minden, ugye én biztosan észreveszitek ti is, hogy elmentek játszadozni, és van egy tag, aki folyton mindig ugyanazzal a fegyverrel van, és azzal a fegyverrel ő hihetetlenül jó, és te is legtöbbször, ugye én is, mikor kis kezdő voltam, arra vártam, hogy de jó lenne, hogyha nekem is így menne ezzel a fegyverrel, aztán idővel ugye szereztem több játék tapasztalatot, aztán rájöttem én is, hogy miért történik ez, és ezért is mondom, hogy előbb-utóbb a nagyszámok törvényével ide fogsz kiukadni, hogy neked is ez menni fog, hogy mire gondolok itt, ugye az ember minél többet játszik, annál jobb játékos lesz, aztán előbb-utóbb eljön a játék karrierünk során az a apró dolog, amikor már annyira jók vagyunk, hogy minden meccset le tudsz hozni. Szóval szó szerint 10-ből 9-et vagy 10-ből 10 meccset biztos, hogy lehozol, és te leszel mindig pálya első vagy minimum csapat első. Lehozod a kívánt killstreakeket, és jól érzed magad a játék közben, és el fog jönni ez a pont, és akkor hihetetlenül happy leszel, tehát nagyon boldog leszel, nagyon jól fog menni minden, és nagyon-nagyon fogod élvezni a játékot, és hogy úgy mondjam, csúcsformában leszel, és úgy érzed, hogy megállíthatatlan leszel, és ez így is van, és valóban az leszel, akkor jön el a rage faktor, amikor a legjobban legközelebb állsz egy killstreakhez, és egy ilyen értelmetlen halált kapsz a legnúbabb gyerektől a pályán, úgyhogy hát igen. Na, ezek azért megtörténhetnek, egy kódban főleg azért, mert azt hiszem, hogy kódban a halálnak szinte nagyobb jelentősége van, mint magának annak, hogy adsz egy kill, tehát az sokkal van idegesít, hogy meghalsz egyszer, mint amilyen örömet okoz az, hogy meglősz valakit egyszer. Úgyhogy, na, lényeg, ami lényeg, hogy előbb-utóbb ugye elérsz arra szintre, amikor tényleg úgy érzed, hogy megállíthatatlan vagy, a legjobban megy a játék, csúcsformában vagy, és értetlenül elkezded élvezni, minden lobby játékot lehozol, és tök jó. Aztán még van ám egy következő szint, mindezek mellett egy másik szint is akad, és utána eljön az, amikor ez már nem nyújt vigaszt. Tudom, egy kicsit nagyon előre haladok, lehet, hogy valaki el itt ilyen szomorú tényeket közlök, és arra készítettem, hogy nem tudom, öngyilkossági hajlamai legyenek, de igen, még afölött, hogy amikor eléred ezt a csúcspontot, hogy a legjobban élvezed a játékot, és a legjobban megy a játékot, még van tovább, amikor már ezt nem kezded el annyira élvezni, mint élvezted, mert reflexből, kisújból kihúzod már, a készüléket nem fognak nyújtani igazi örömöt, és az se fog igazi örömöt hozni, hogy lehozol egy 40-10-es statot, mert megszokott lesz. Mert ennyire jó játékosan megszokott lesz. És van ezentúl a következő szint, legalábbis velem ezek így történtek meg, és gondolom, tehát legtöbb játékosokkal, hogy beszélgettünk, tapasztaltabb játékosokkal, náluk is ez így van. És a következő szint az, hogy
hogy így kipécézzük magunknak egy fegyvert, és jók leszünk vele. Mert már annyira nem tudsz mit csinálni a játékba, hogy elkezded megtanulni a fegyvereket egyenként. Elkezded megtanulni a sajátosságukat. Elkezded megtanulni, hogy mindegyikkel hogy lehet jól játszani. És ez az a pont, amikor megszületnek mondjuk a csipa prók, megszületnek az SMG prók, a kés prók és stb. Amikor azt nézed, hogy anyád, hát ez a srác mindig ezzel a faszon fegyverrel van, és mindig milyen jól játszik vele, az azért van, mert a legszebb az a valaki, ez egy olyan ponton van játéktudás ügyileg, hogy kinek mikor jön el ez a pont, nagyon változó, van akinek gyorsan, van akinek kevésbé. Szóval egy olyan ponton van játékügyileg, hogy gyakorlatilag más nem is nagyon szeretne csinálni, csak azzal az egy valamivel játszani, mert tegyük fel, az őt megfogta, az a fegyver, és élvezetesnek tartotta, és akkor elkezd csak azzal a fegyverrel rágyúrni, és csak azzal a fegyverrel lőni, és kiismerni annak a fegyvernek, tehát így gyakorlatilag minden apró porcikáját is. Ez az a lépés, amikor látható például Quickscope prókat, mert más nem csinál, csak megfogja ezt a fegyvert, és csak Quickscope, csak Quickscope, csak Quickscope, és minden meccsen más nem csinál, csak Quickscope, és de viszont abba bele kell gondolnod, hogy ő is meg kellett egyszer tanulja ezt a játékot, és meg kellett értsen ezt a mechanizmust, szóval például a legtöbb kompetitív játék, te is arra vágysz, hogy ott legyél köztük, hogy meglegyen a kompetitív feeling, hogy összejöjjön neked is, hogy ott legyél egy meccsen, hogy netán pénzt keres ebből, hogy netán pénzt keres a játékból, szóval viszont azt meg kell értened, hogy ez nem csak úgy jön, nem csak egy pár hónap játék után jön ez, még akkor is, hogyha már nagyon jól megy a játék ahhoz, hogy azt a legmagasabb fokot elérd, nevezzük legmagasabb foknak, szóval hogy inkább én szeretem azt mondani, hogy azt a tapasztalatot elérd, ahhoz azért pár órát bele kell tenni bizonyos játékokba, és meg kell adni neki a módját, és akkor meg lesz az a bizonyos szakértelem már a játékban, amivel hozzájárulhatsz ahhoz, hogy egy bizonyos fegyver szakértőjével legyen. Miről beszélek itt, ugye? Már annyira ismered a pályát, már annyira ismered a mozgáskultúrát, hogy már nem kell arra koncentrálnod, hogy merre mozog az ellenfél, hol bujkál a kemper, milyen fegyverrel vagy milyen killstreakekkel számít csak ezeken a pályákon. Tehát mindezekre már nem fogsz koncentrálni, mert automatikusan benne lesz. Automatikusan ott lesz számodra. És amikor már ezekre nem koncentrálsz, csak arra fogsz fókuszálni, hogy azzal az adott fegyverrel megtanuld azt, amit meg kell tanulni, természetesen. Nos, ennyi lett volna ez a rész. Remélem, hogy mondjuk egy tiszta képet kaptatok arról, hogy hogyan érhettek el egy olyan szintre, ahol mondjuk a hőnállított pro kedvenc játékosaitok állnak. És ez gyakorlatilag az, hogyha van időd és megengedheted magadnak, akkor bizony játszol, mert másképp nem lehet. És amikor már megszerezted a kellő tapasztalatot, és már nem kell bizonyos dolgokra a játék közben koncentrálnod, akkor tovább mozoghatsz mondjuk arra bizonyos kedvenc fegyvere, vagy bizonyos kedvenc stílusra, vagy mit tudom én, lövés technikára, amit láttál YouTube-on, és gyakorolhatod csak azt, mert a többire nem kell koncentrálnod. Ilyen egyszerű. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!